Most zajlik éppen a Bach Mindenkinek Fesztivál, március 16-a óta. Erről beszélgetünk Kovács Zalán László tuba művésszel, a fesztivál igazgatójával, ha minden igaz, itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Én jó reggelt kívánok én is önöknek! Egy picit halljunk a kínálatról, mit lehet látni, hallani, illetve milyen formában kapcsolódhatunk be a fesztivál élvezetébe. A Bach Mindenkinek Fesztivál már 2020-ban találkozott ezzel a nehéz helyzettel, hiszen március 16-án kezdtünk volna az előző évben, és pár nappal korábban jöttek ezek a szigorító intézkedések, amelyeket természetesen megértünk, hiszen az emberi élet védelme a legfontosabb. És ez a szigorítás, illetve az akkor a tavalyi évben elkészített 125 településen lévő 600 programunknak a egy pillanatnyi törlése, majd áthelyezése online térbe és későbbi megvalósítása azt eredményezte, hogy megtanultuk kezelni a járvány adta kihívásokat, és hát gyakorlatilag ezzel a tudással tudtunk a következő évben már elkezdeni a programok szervezésén fáradozni. Ez mit, úgyhogy, mit jelent, úgyhogy ebben, hol, bocsánat csak, hogy mit jelent az, hogy hol és milyen programokat lehet elérni, meddig tart? Említettük, hogy már elkezdődött március 16-án. Hány napon keresztül, hogyan válogathatunk a programok között, mit javasol, hogyan fogjunk neki annak? Azt gondolom, hogy Bach nagyon sok mindenkinek kedvenc, vagy könnyen befogadható. Mit javasol, miként válogassunk? A programok három részre vannak osztva. Az első rész az online fesztivál, amivel most indultunk el március 16-án, amikor jön a jó idő és a nyár, és reméljük, hogy a szabadtérbe ki lehet menni, akkor lesznek már a szabadtéri alkalmak, és szeptembertől ősszel szeretnénk a beltéri programokat megvalósítani. Tehát ez egy egész éves fesztivál, azt jelenti, hogy nyire elhúzódó? Tehát egész évet betölti? Így van, hiszen úgy gondoljuk, hogy Johann Sebastian Bach zenéje és az ilyenfajta művészeti érték egy ilyen esztendőben, amikor a vírus az nagyon erősen megfogja a családokat, bent tartja a házakon belül, a lehetőségektől sokakat elvág, úgy gondoljuk, hogy ilyenkor nagyon fontos az, hogy az egészségi állapotot ne csak a kívül, hanem belül is megéljük, és a kultúrával tudunk belülről is töltődni. Tehát ezért gondoltuk, hogy most egy éves fesztivál lesz, és az online programok azok elkezdődtek március 16-án, és a bachmindenkinek.hu honlapon lehet megtalálni az összes programunkat, és a legnagyobb közösségi terekben, illetve videó megosztó portálokon lehet követni az eseményeinket, amely már így az induláskor több mint 100 esemény található meg a honlapunk teljes kínálatában. Az előbb már kérdeztem, és kicsit önbe folytottuk a szót, hogy mi alapján válasszunk, mondjon nekünk előadókat, vagy olyan érdekességeket, ami esetleg azoknak is meghozza a kedvét, akik nem gondolták, hogy a következő néhány napban Bachot fognak hallgatni, de most abszolút kedvet csinálunk hozzá. A fesztiválunk az eddigi hagyományait, amelyet 2015-ben elkezdtünk, azt folytatjuk, tehát kifejezetten jó nevű előadókkal várjuk a közönségünket, és nagyon széles spektrumú az a paletta, amely most szintén ebben az évben is a közönség elé kerül. Például Bachnak a legnagyobb művei a Passiók, a János és Máté Passió is meghallgatható, a Cellószvittek is meghallgathatóak, vagy számos más érdekes mű, olyan előadókkal, mint például a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, az Operaháznak a művészei, számos Kossuth Díjas művész, mint például Medvecki Ádám karmester, Hegedűs D. Géza színművész, Perényi Miklós csellóművésszel is lehet találkozni, illetve a fiatalabb generációk is képviselik magukat, például kiemelhettem a Zeneakadémia kiváló tanárait, Róman Ditta junior prima díjas csellóművészt, Demenit Mihály harmonika virtuózt, vagy például a rádiózenekar hárfa művészét, Bárvel Klárát. Úgyhogy rendkívül érdekes és színes paletta van a programon. Gondolom most még előre rögzített felvételeket láthatnak az érdeklődők. Az év további részében, ha a körülmények engedik, akkor majd az élő koncerteknek akár élő követésére is lesz lehetőség az online térben?
Most is vannak streamelt koncertek is, felvett koncertek is, illetve az idei évet, ha már az online térbe kényszerültünk, akkor kihasználjuk arra, hogy az előző éveknek a programjait egy ilyen lexikálisan összefogva a legkiemelkedőbb, illetve nem is feltétlenül most a minőségre mondom a kiemelkedést, mert minden programunk nagyon izgalmas, hanem amelyiknek a jelentősége nagyon nagy. Tehát van számos olyan programunk, amely egy kortörténetbe nyer betekintést, hogy most hogyan gondolkodunk Bachról, hogyan látjuk Bachot, és van számos összegző műsorunk is. Úgyhogy rendkívül színes a paletta, és úgy lett összeállítva az online térben, hogy rövidebb koncertek is vannak, hosszabb programok is, délelőttől estig elszorva, és hogyha valakinek van ideje, lehetősége, hogy egy napot hosszabb időn keresztül a számítógép előtt töltsön, vagy tévé előtt, akkor a fesztiválunkat tudja úgy követni, mintha tényleg egy fesztiválon lenne részt, ahol egyik programba betekint, tovább sétál a következő programhoz, utána ebédel egyet, majd egy újabb program lesz, tehát ezzel a színességgel tudjuk fogadni a közönséget. Nagyon köszönjük Kovács Zalán László tuba művésznek, a fesztivál igazgatójának, tehát kövessék a Mindenkinek fesztivál. Önöknek pedig a Mindenkivel együtt nagyon-nagyon szép napot kívánunk a Tamással, és holnap reggel várjuk Önöket. Ugyanitt, ugyanilyenkor, reggel hajnalban ébredjenek holnap is velünk. Szép köszönjük, napot, viszontlátásra!